Közúti közlekedési baleset szituációs gyakorlatot tartott a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya április 18-án a Magyar Honvédség 25. Klapka György lövészdandár laktanyájánál. A gyakorlat célja az ilyen és ehhez hasonló baleseti szituációkra való felkészülés és a résztvevő végrehajtó állomány felkészültségének ellenőrzése és továbbképzése volt. A részletekről Merkli Rajmond rendőrőrnagyot, a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály autópálya alosztály vezetőjét kérdeztük. Ez a szituációs gyakorlat az M1 autópályán bekövetkezett katonai konvojban közlekedő jármű szerelvénynek a közúti közlekedési balesete, amelyben egy fő könnyű sérült, illetőlegesen a járműszerelvényt szállító lánctalpas páncírozott harcjármű a baleset következtében leesik a félpótkocsiról, véghelyzetét pedig a leállósáv mellett a füves útpatkán éri el. Plusz benne az, hogy ami tehergépkocsinak ütközik, a követési távolság be nem tartása végén, az páncéltörő gránátokat, lőszereket szállító jármű volt. Arról az ütközés során ezek leesnek az úttestre, szétszóródnak, bármikor ilyen magasságból, ha esnek, ezek a páncéltörő gránátok elműködhetőek. Ezt próbáltuk egyébként szituálni ezzel a gyakorlattal, hogy maga a társhatóságok, rendőrségen kívül katasztrófavédelem, Magyar Honvédség, mentőszolgálat, a készenléti rendőrségnek a tűzszerészei, adott esetben vagy a Magyar Honvédségnek a tűzszerészei, milyen gyorsan tudnak az ilyen eseményekre reagálni, milyen hamar és milyen eszközöket tudunk felsorakoztatni, hogy adott esetben, mert ilyenkor ugye teljes pályazár van, milyen hamar tudunk nyitni és az utazóközönség részére visszaadni a forgalmat, hogy mondjuk egy ország vagy egy fél ország hosszabb időre ne bénuljon meg. Elsőlegesen mindig az élet és a vagyonbiztonságnak a mentése, kimenekítése a fontos. Ebben a gyakorlatban ugye általában is, hogy az autópálya rendőrség érkezik a helyszínre, ő mindig tájékozódik a baleset körülményeiről, a balesetben résztvevő járművekről, személyekről, adott esetben sérültekről. Ha van mondjuk esetlegesen mondjuk, mint például ez a páncéltörő gránátok, vagy veszélyes árunak a kikerülése, már egy elsődleges információként a mi központunk felé megjelenti. Ennek a függvényében, az elsődleges tájékozódás függvényében fog mentőgépkocsi a helyszínre, katasztrófavédelemnek, mondjuk adott esetben még a honvédségnek is anyagi, technikai eszközei a helyszínre érkezni, amelyek majd a későbbi évben a műszaki mentést is végre tudják hajtani. Tehát adott esetben a sérült ki lett szabadítva, el lett szállítva, a szemle lebonyolítása, az mindenféleképpen meg kell várni a tűzszerészeket, azok, akik eltávolítják innen biztonságosan ezeket a leszóródott lőszereket, gránátokat, a helyszíni szemle ezt követően fog bekövetkezni a rendőrség végéről, és a végén, amikor már a helyszíni szemle is befejeződik, a műszaki mentés fog tartani, adott esetben ott a hátam mögött, ugye a katasztrófavédelem kettő darúja fogja menteni, visszaemelni helyére ezt a páncírozott járművet. Mennyi időbe telik egy ilyen mentés? Ez mindig attól függ, hogy maga a baleset sérüléses, ha sérüléses, súlyos-e vagy könnyű. Ez annak a függvény, hogy milyen szemlét fog adott esetben a rendőrség lebonyolítani. Ha ez csak anyagi kárral jár, nincsen benne úgymond olyan plusz, ami nehézséget okoz, akkor illetőlegesen maga a kár, az anyagi kár, ami keletkezik, mondjuk egy kamion, járműszerelvény, vagy adott esetben egy ilyen páncélos jármű, amit azért nem negyed óra, 20 perc, nyilvánvaló, hogy órától akár 3 vagy 4 óráig is eltarthat a műszaki mentés, mert nyilvánvaló, tehát bármilyen szennyeződést, legyen az olaj, egyéb más hajtóműanyag, azt a pályáról le kell takarítani, azt úgy kell átadni az utazóknak, azon meg ne csúszanak, hogy a későbbiekben abból a balesetből egy másik baleset ne következtessen be. De azt gondolom, hogy ez órákat is eltarthat, függvényében annak, hogy milyen szemlét folytat le a rendőrhatóság. Hány fő volt a sérült, kiket kell adott esetben helyszínen meghallgatni, mennyire rongálódtak azok a járművek, hogy borultak föl tudják-e állítani, át kell lerakni, ettől függetlenül
tehát bármilyen élelmiszerszállítmány vagy folyékony, olyan veszélyes anyag, ami kikerülhet a szabadba, adott esetben evakuálni, tehát változó, balesettől függő mindig, hogy mennyi a műszaki mentés, vagy maga a szemlének a lefolytatásának az ideje. Több órát is eltarthat. Ez most egy gyakorlat volt. Volt-e példa arra, hogy valóságban is ilyen mentésbe következzen? Konkrétan ilyen katonai konvoj nem, de mondom azt, hogy sajnos az M1 autópálya tekintetében rettentő sok olyan baleset van, ahol nekünk a katasztrófa védelemmel, egyéb más társhatóságokkal együttműködünk. Legyen az felborult kamion, magot szállított, veszélyes anyagot szállított, folyékony élelmiszeranyagot, ami nem a kiutása, hanem maga az összeszedése, eltávolítása a pályáról, maga a járműszerelvény a rongálódásából adódóan talpra állítása, és akkor nem extrém dologról beszélek, csak egy sima kamionról, ami mondjuk 40 tonnával gurul, és annak a balesete, tehát időigényes. Azt mondom, hogy ez elég nagy gyakorisággal fordulnak elő, sajnos ilyen balesetek.